Influenza-szerű tünetekkel kétszer annyi beteg fordult meg a gyermek- és háziorvosi rendelőkben idén eddig, mint tavaly télen ugyanebben az időszakban. Az összes megbetegedett 64%-a óvodás vagy iskoláskorú. Sok éves tapasztalat, hogy télen inkább február elején és a közepén alakul ki a járvány. Az influenza figyelő szolgálat adatai szerint a megbetegedések száma mostanra eléri a járványküszöböt. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében nem identifikáltuk egyértelműen a vírust, az ország területen azonban itt van az A típusú vírus, a H1N1 és a H3N2 is. Pont ezért fontos nekünk az, hogy tudjuk, hogy az oltóanyag tartalmazza ezen vírusokat, amik keringenek. És azt is tudjuk, hogy ami Ukrajnában volt esetleg halálos megbetegedés, azt, aki megkapta a védőoltást, azt gyakorlatilag meg lehetett gyógyítani. Ukrajnában már majdnem 200-an haltak meg influenza miatt. A vírussal fertőzöttek között 17 éven aluliak és egy terhes nő is van. A tragédia könnyen elkerülhető, hiszen a vakcina 100%-os védettséget nyújt, ha a beteg időben megkapja az antivirális szert. Fontos, hogy a gyerekek, a felnőttek és a krónikus betegek kerüljék a sok embert egy térbe záró rendezvényeket. A szakemberek pedig azt mondják, a légúti betegségekkel időben orvoshoz kell fordulni, főként akkor, ha gyors lefolyásúak a tünetek. Akinek hirtelen magas láza lesz, gyengeség, végtagfájdalom, elesettség, és emellett esetleg jelentkeznek ezek a légúti tünetek, azoknak feltétlenül orvoshoz kell fordulnia. Pláne, ha olyat észlelnek, hogy nehéz légzés vagy esetleg vérköpés. Ezeknek a betegeknek minél hamarabb orvosnál a helye. Az influenza elleni védőoltást még most sem késő kérni. Az orvosok a 60 év felettieknek mindenképpen ajánlják. Nekik nem kell fizetniük, térítésmentesen megkapják a vakcinát. Egyébként jelenleg nálunk is több vírus fertőz, köztük a hasmenéssel járó kalici és rotavírus is.